Jó napot kívánok, én dr. Kovács József vagyok, a Kék-Koszovó Egyetem vezetője. Tehát ezek az erőhelyei, ezek több térképen is rajta vannak, én már láttam ilyen térképeket. De aki extrasensz módon érzékeny, az előveszi szépen Európa térképét, vagy Magyarország térképét, és ott a saját kezeivel is meg tudja érezni, hogy hol vannak ezek a helyek. Hogyan lehetünk extrasensz módon érzékenyek? Hát nagyon egyszerű. El kell jönni a Kirkóba tanulni, vagy el kell végezni azokat az online tanfolyamaimat, amelyek ezt célozzák. Nem sokára, február végén indítok is egy olyan online tanfolyamot, ami tulajdonképpen ugyanezt célozza, hogy az extraszenzori érzékenységünk növekedjen. Mert hát látják, mennyi mindenre jó. Nagyon sok mindenre fel lehet használni. De szeretnék mondani egy példát az erőhelyeire. Ez az Altaj-hegységben van, egy Beluga nevű hegy, amely nagyon magas, és hasonlít egy piramishoz egyébként. Ezt a hegyet régóta látogatják ezotérikusok. Már a Szovjetunió idején is látogatták ezt a hegyet. De erről majd a következő videóban beszélek. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak. Kérem, lájkoljanak és iratkozzanak fel a csatornámra, mert akkor a következő videóimat előbb meglátják, viszontlátásra.